Szabó Bakter háza. A Bakterház. Most, miután már pár év eltelt azóta, hogy kedves anyám belőlem embert faragó szándékának megfelelve egy hosszú nyarat itt kellett eltöltenem, nos azóta szüntelenül visszatérek ide emlékeimben. El kell mondanom, hogy akkoriban inkább száműzöttnek éreztem magam, és ez a hely sokkal inkább szenvedéseim és megpróbáltatásaim utált színhelye volt, mint ahogy a most felidézem emlékeimben. Tehát ki az közülünk, aki bölcsen látja, hogy miként változnak gyermekkorának eseményei, életének alapvető élményévé. Szörnyen dühös voltam a kedves anyámra, amiért elszegődtetett Szabó Bakterhoz tehénpásztornak, hiszen akkoriban én már igencsak művelt gyereknek számítottam a falunbeliekhez képest. Betéve tudtam a nagy irodalmi remekeket, mint például az Éjjeli kísértet, a Borzalmas ököl, az Utolsó haramia és a Hasfelmetsző regényeket. Sőt, szent elhatározásom volt, hogy magam is íróféle ember leszek. Hát ezért éreztem úgy, hogy gyalázatos dolog számomra holmi Bakter szolgálatába állnom, mint tehénpásztor. De a sors úgy rendelte, hogy nem akármilyen helyre kerültem, hanem ide, Szabó Bakter házában. Ez ő. Ízig, vérig egy magyar királyi Bakter. Nála a sorompó le- és felengedése a lényeges teendők legutolján helyezkedett el. A vonatok helyett szigorúan ellenőrizte a két tehén tőgyének legeltetése utáni formáját, a kamrában száradó kolbászok számát és a köcsögökben várakozó tejfel mennyiségét. Ám visszatérő emlékeimben a legtöbbet ő vele foglalkozom. Ő a Bakter anyósa. A banya. Vagy ahogyan ő hívatta magát, a ténysasszony. Vele volt a legtöbb viszálykodásom. Utálatunk kölcsönös, mély és kivékíthetetlen volt. Az első pillanattól kezdve ki nem állhattuk egymást. Hát igen, el kellett telnie néhány évnek ahhoz, hogy végig gondolva a helyére kerüljön minden. Mert hát a banya, azaz bocsánat, a ténysasszony nélkül csak fele annyit ért volna az a felejthetetlen nyár. Hogy mi is történt itt a Bakterház és környékén? Nos, mivel feltett szándékom, hogy majdan, évek múltán, papírra vettem a Bakterház hiteles történetét, nincs kedvem ellen felidézni az akkori történések egy kis részét, ahogyan egy tizenéves vásott kölyökként láttam a körülöttem levő világot. Amit már említettem, kedves anyámnak igencsak sok fejfájást okoztam akkoriban. Ezért határozott úgy, hogy ki a tehénpásztornak a nyárra, hát ha összeszedek egy kis tiszteletet és illemet, aminek igencsak hiány voltam akkoriban. Így történt, hogy egy napon megjelent nálunk a csépai kupec, aki anyámmal rövid konzultációt tartott, majd elindultunk együtt, Ketszöl felé, a vasút mellett, ide, Szabó Bakter házába. Meglátod, hogy majd állani fogsz engem, amíg ilyen jó helyre szereztelek. Az anyád nem különben hálálkodni fog nekem, hogy a nyáron kutyafigyel emberséget szedel össze. Sokan hálálkodtak már, toppancs miskának. Hát tudom, hogy te derék gyerek vagy. Hiába mondja a kecsüli just hordozó, hogy bárakasztottak volna fel a nevet napján. Leszolgálok baj nélkül ezt a Szabó Bakter már. Na, ne babéskodjál már. Ne nyúljon hozzám! Megütök ám hirtelen! Hát mi gondolod itt egy saját a kutyudástál? Jó, mert meddek, hogy amíg szépen vagy, mert meglátod előbb utam, elviszik az ördög. Hát nem megmondtam, hogy ez. No, de hogy az ördög iller rusnya, mint maga, arra nem számított. De gazd ember! Hát így hálálod meg Viskabácsátok, hogy beszéltök veled, hogy átadnak Szabó Bakternak, egyenes is, hogy ő ajtad a kevesse fiskáló, vasat! Ajtad Isten minden jó! Te a fáldúr kaporcsót! Te is asszom, Bakter uram, merre vannak? Mit óvégat? Nem látja, hogy nincs itt senki? Nyilván a sorompót engedi lefele, mert hogy az imént ment el a déli gyors. No, gyere már, fiam, ne szövek előtt az ajtóba. Megvárjuk itt a Szabó Baktert, aztán imád megyek is. Azaz, ha marasztalnának friss tükre, nem mondom, eléggé csikar a hason. Na, látod-e
legalábbis a nagyon helyre szereztelek. Olyan dolgod lesz itt, mint ő felségének. Nem kell tenned semmit, a sült pulyka csapatos túröpül a szájadba. Azt kapod be, amelyiket akarod. Aztán meg micsoda jó levegő van erre fele. Mi? Még a halottak is felszoktak támadni füle. Arról még nem beszélt, hogy mennyi lesz a fületségem. Na, jó, nyisd ki a füled. 6 pengő negyed évre. 6 pengő? Ha Szabó Bakter nem bák ki. Na, ide figyelj. Ha neked nem tetszik a szolgálat, elsősz nyugodt lélekkel, ha? Fejed se fájjon. 3. napra újra elszegődtetlek épp a szomszédba. Koncz Bakter, hú! Hát megjelentjen az a kutya Szabó Bakter. Na, legyen nyugodt benne, húd, amíg engem látsz, a dolgaid rendben lesznek. 6 pengő. Uram, atyám! Ennyi pénzet ám, a királynak sincs. És még nekem is leesik 2 pengő. Ha megmondom, mi itt, ha nem csinálok belőle titkot, de. Aztán viseld magad, bendeg úgy, ne haragítsd fel a baktert, a ténysasszonyjal meg vigyázzál, mert úgy tud rikácsolni, hogy a döglekrú is vágtázni kezd tűne, azt hidd el. Hogy is nem, Topancs uram? Hát te reggelre vártuk rendet. Adjon itt a szabókomám, ebben mostan érkeztünk. El itt a gyerek, akiről szó volt. A nagy gazember ember ő kell, de pásztorkodásra kicsidő. Mondtam is neki, meglátod, Szabó Bakter ember farok belőled. Mert ugye az anya is így tűnt elhagyóra, hogy az Isten szerelmére javuljon meg jó szántából, mert különben a Váci börtönbe kerül rövidesen. Ha most mi van? Most mit akarod, Zsoltán? Megkoszosodtál? Hát te vagy az a gyerek. Aztán miféle dolgokat művelti, hogy jó anyád leszette rólad a köröztvizet? Nem csináltam én semmit! Hazám! A saját fülemmel hallottam, amint a csépai vásárba varga csizmad ujjadom, harsogtat el a piacteret a neveddel. Márhogy bárcsak nyújták volna meg 2 napos korában. Az anyjának meg egyenesen azt tanácsolták a falubeliek, hogy tekerje ki a nyakát. Inkább előbb, mint utóbb. Hát tehetek én arról, hogy az a csizmadia erről meg elével azt állította, hogy én minden este beveretem bele a saját ablakán a küvegi a kaptafával. Ez valóban különösen hangzik. Csak hogy ő kell, mert odaállt az ablak alá, ahol a falubeliek csizmáit fotost, és hogy elvitőzögette Varga uramra. Aki dühében felkapta a kaptafát, hogy hozzávágja a fibasz kőkérdés, bele a kaptafát az üvegbe. A szerencsétlen csizmadia persze, hogy másnap üveget vágatott a tóttal a kitört helyébe. De ez a gazember este megint csak odaállt nyelvőtögetni. Amelyik, sőt! Megesd bele a kaptafát az ablakba. És ez így ment 700-ra. Aztán amikor az üveges tót már az egész szereputjával oda köldözött a faluba, mert hogy Varga uram biztos kulcsottak látszott, a csizmadia áthortyolkod a csépára. Hely, te baka volna te! Ki se néztem volna belőled ekkora betyárságot. Kicsit gyöngének látszol, de nálam majd a levegőn megerősödsz. Annyi levegőn van itt, hogy csuda! Baj, mire válsz egyenesen? Nem vagyok barék. Holan pofát vás, mint ha most tettek volna le az akasztófa kötelére. Nincs én nekem semmi bajom, csak éppen éhes vagyok. Na, még majd főfalad a magyar királyi bakterház. Hanem lókereskedő uram, ha már itt írta az ebéd, azt mondom, egyékkend velünk. Te meg éles Jóska, menj át a mamáin az istálóval. Vendeg úzra, nekem. Mi? Aztán, barcsasszom, nincs ide haza. Arambú sem lesz gyűrű, ha meg nem verik. Kioktatást kapott, hát most Rátótra ment a rokonyához. Aha. Hanem azt hallottam, a mémfői búcsúba kent útba ugrott egy menyecskér. Topancs uram! Hát, hogyan? Ne is emlegesse szavunkomát! Miért? Nagyon cudarul megsértettek, hogy beszett kutyák csaholjanak a sírjuknál. Merges kíjó csúszol a gatyhájukba azonnak a... A városi csibész papádat be fogod át, te rendves! Na, úgyképpen kaplak a moslékeverővegyről, hogy eszedbe jut a tisztelet?
Milyen a lárma? Az a zsivány begyörös asszony gyerekem. Gyűjjék már, nyanya! De olyan, kamderiska kimarulti közben, én a tölgyit fogtam. Úgy nem tudod, szia a keresztcsontot. Na, letudd a nyelvet, azt mondod, hát nekem ti is asszony! Nekem mindegy! Vőleményed boldogságos ifjasszonynak is hivathatja magát. Ha én ingyen betapasztom a szájadat. Egy nagy percig nem maradok ebben a házban. Toppancs uram, jöjjön, menjünk. Na, Tamma, te is felkötötted a macskára harangot. Mi lesz, eszünk már, vagy itt úszok reggelig? Na. Toppancs uram! Hagyj Isten! Folytassa azt a nagy tragédiát. Te meg is én tartsd a bagó lesőre. Mihály! Én sasszom. Na, akár kicsi bakter uram, akár nem. Megfogtak. No ne. A kacsmárhú kijövet a sekrénybe. Megfogtak, azt részek fejjel leeresztettek a kútba kötélet. Ennek kódusa vagyok én. Na, micsoda alávaló népek laknak abban a faluban. Egy becsületes részek emberrel így elvánni. De meg mennék esküdni a csantavéri betlebjászról előtt, hogy ennek is a menyeske volt azok, akit el akartam venni, hogy ütje bele a paménkű! Na, ezt hallottam én is. De hogy volt ott lenn a kútban? Éjfél tájban tértem magam hódon. A két lábam belecsüngött a vízbe. Az egyik csizmám meg teljesen odaveszett. Hát sokáig törtem a fejbe, hogy hol lehetek, mert meg voltam kötözve, azt alulósított a szemembe a hódvilág, de nem tudtam kitalálni sehol. Égbe kajdászó Szent Péter, egy ég csak alatt teljesen megőszülte. Na, aztán elkezdtem kúrjászni, mert a lábam már igencsak fázott a vízbe. Na, a gyöptek aztán éppen elege. Majd leégett a pofámról a szőr. Hát úgy röptek rajtam a legmentői, mint a semmi másért nem csődítettem volna őket oda. Na, mama! Hozzá már azt a fazékkal. Ha nem volnék imaros ember, majd a seközé vernék a kupesz botta. Azt mondtam én, Szabó komám. Ne tudja meg, amíg ér, mire is az, amikor az embernek alulról süt a képvibe a hódvilág. Na most mondják meg, mely nem találok én egy hűséges, becsületes menyecskét ebbe a hitvány életbe. Na, jó van, egyék már, mert belegárdul a szerelmi bánatjába. Mit csinál? Aprózok, aprózok. Na, jó étvágy. Megvan. Szép emberked, Miska! Haj, csak pöddőre kellett valaki. Adi vagyok, nem bimbo! Egyszerre se a bíró! Adi vagyok, nem virág! Egyszerre se a világ! Mondja bátran, Mihály! Tudok titkot tartani, mondja! Kicsit hangosabban, Mihály! Néma gyereknek az anyja se tűnt. Van alapkény? Hát ott van a kezében. Mi a rosszabb gyűjt magára? Azt hiszem, egy 20 szerencsésen megakadt a torkán. Hő, akire lejzom át a mestergenerál, mindjárt kinyúlvad. Na mi hát? Most megdobni a kutya! Dobd ki, mi hát? Jó napok a nyár, nyomd a nyelőibe! Megdöd a kodás! Nagyon vétel lesz. Gyújtófát adja, mama. Mihály! Nyomd a nyelőibe! Itt vagyok, Mihály! Fut a nyelőjét! Kinyúlvad! Rögg meg, kinyúlvad! Gyűjt már, Mihály! Lopd már! Akkora hús volt, mint az ötlök! Látod, itt ül a vége az Ádám csutkáról! Rosszabb neki ilyen falára! Üljék már, Miska! Kéket hortja
macskát rána. Gyeljen már föl, Mihály! Senyvedjen itt rá! No! Hoppa! Na, kezdjenek már! Hopp föl, Mihály! Mihály, én adtak! Magter uram, ne segítsen, majd fölállok! Jajon, Háj, ez a bor nagyon jó! Ez nem akad meg a gég álmom! Áldott jó bor ez! Olyan akár az anyatej! Ha anyámnak ilyen teje lett volna, én még máma is szopnék, azt mondom. Én anyámnak ilyen volt, Mihály. Boldog gyerekkora lehetett magának. Nincs olyan részlet, amire emléke. Szomorú. Mit mondom én magának, Piska? Nem véletlenül akadt rá a főtjére. De hogy az ördöggel pendüles kurron az a bugyigós menyeske, amelyik elpártul tőle, arra leteszem a templomi nagy esküt. Vak is látja, hogy rontásban van kent. De megtanálom még, azt kiverem belőle az ördögöt a szavas meg a botommal. Na, megérdez már egy orrákozáig, mint valami tekintetes úr, te nyám-nyám. Te süket vagy? Ki kell hajtani a józábot a töltés oldalába, ezért vagy, nem? Márt megengedje néném asszony. Kicsit nagyot hallok, mivel most éppen eszek. Tetszik lehet, hogy milyen szépen mozog a fület? Majd mindjárt megkenyem a fület tövét, amerőkannál a nagyobban mozogjon! Úgy sijel engem, hogy te is, asszony! Megértetted? Na, most már jól laktál, mint az ártány disznó ősszel, úgyhogy tudsz olyan istálóban. Hol van? Megyek én, ha szépen kérnek! Országvilág tudja! Jó szándékú gyerek vagyok én! Ha nem előbb-utóbb, ezzel a banyával be kell számolnom. Haj! Ne sírasson, édesanyám, ha meghalok. Én vagyok magamban, mint az ujjam. Mostram csak, hogy milyen jó is volt keresztbe feküdni az ágyamon, és hagyni, hadd sírse hasam az alap. Persze meg akarok én javulni. Hogy ne akarnék? De átfalú helyen ez sem megy olyan gyorsan. Mint a rajdrágos rossz erőnek. Összeragadt a szemed, mint a csipás macska kölyöknek. Mámo! Csak a riskát meg a tarkát vigyed legyőtetni. Gyüle egy ember, azt megveszi a rózsit.
Beásítod már itt mind a falusi kuvasz és a tőtés oldalába legyetek. Nehogy megint megkergálsz, se megkaparod. Dok! Jól van! Maradhatok én a tőtés oldalában is, de akkor nem lesz olyan szép kerek a tőgyük, amit Bakter uram annyira kedvel. Ha tegnap nem az ön siránkozta, hogy megkergettek a lucernás. Tudnék én egy jó kis legelőt? No. De az a tőtés túlfelén van, vagy 3 órányira. Hát mely nem mész oda legeltetni? Menj csak oda! Mama szívesen kiviszi neked az ebédet. No, még lekő engedni a sorompót, mert már vagy 10 perce elment a reggeli gyors. És asszony, ha rám hallgatsz, már is elindul azzal az ebéddel. Mert mire odaér, én már régen éhes leszek. Aztán ne úgy azt a híg cimberelvest hozza. Most olyan te! Áú! Na, ne válj, te szaros, most tüzétem a nyelvet. Te mocsok el, akkor vagy akarsz meg. Éva, nincs utas, mint a gyík! Erőled a veres ördögöt! Vagy te nem lettem, vagy én! Nem, 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 hőséget. Hát, ha tudtam volna, hogy ekkorát kell járnom ebbe a gatyarohasztó melegbe, hát meggondoltam volna, hogy kigyűlök a bakterházhoz, ide a határba, Szabó Bakter üzenésére, hogy ugyan venném már meg az egyik tehenét, mintha az a jószág nem bírná megvárni türelemmel a csépai marhavását. Meg azt hallottam, hogy mostanában valami új tehénpásztort fogadott fel az a fránya bakter, és az a csirkefogó egyenesen az uradalmi lucernásba hagyja minden nap a marháit, és igencsak meg vannak gömbölyödve ettől a lakomázástól. Az tejet meg annyit adnak, hogy már lajtos kocsi hordják be a faluba. Hé, te! Gyere csak ide! Én? Te, gyere már, na! Ismered Szabó Bakter? Nála vagy a beosztásba. Aha, szóval te vagy az a híres. Az ott nem az ő ház. De bizonyos. Na, akkor gyere, vezess gyorsan a bakterhoz. Hát azt nem igen tehetem meg, hogy magával megyek. Miért? Mert a tehenek nem mennek a kukoricásba. De a bakter anyóság ott találja a ház előtt. Ott húzogatja a köpülőbotot. Az majd előkeríti a Szabó baktert. Jó van. Csak arra figyelmeztetem, hogyha beszél vele, kuradjon akkorát a fülibe, amekkorát csak bír. Miért?
Mert az a szegény asszony olyan süket, akár az ágyú. Jó van, fiam. Hol van Szabó Batker? Ha nem hall ez egy cseppet sem. Pörtölje meg a süket boszorkányát. Hát igen, csak süket ez. Jaj, nekem most mit csináljuk? De Szabó Batter, vigye idét ezt a lovagló boszorkányt. Szétszette az ábrázatomat. Hát még, hogy kivert egy siket? Kivert az arany. Hát ki mondta, hogy siket, mi? Nem siket? Minden úgy képen van, hogy a lába is a temető felé fog állni. Kipeszik már, mama, jaj, mara keresztül urát. Hogyan került a mamával ekkora perpagvarba? Ezt az adjonisten kordére rakom, Szabó Batter. Azt a gazvickót nem kirázom a bőriből, csak kerüljön a kezem közé. A marháját meg vigye a cigányok. Jaj, várjon a mara kereskedő urámat. Még meg se nézte azt a gyönyörű jószágot. Milyen gazvickóról van szó? Arról a kerekképűről, amelyik eligazította a mamája hallását illetőleg. De majd elverem rajta a 10 parancsolatot. Volt szerencsém. Kerekkép? Rá! Pendek úr! Rá! Új! Marha kereskedő uram, hát legalább! Legalább az itt a tőgyi tekintse meg! Hú, pendek úr, na gyere! Gyere csak haza majd! Tisztem én haza! Tűnt meg a mama. Hogy a kénküves ciframénkű csapjon az akasztófádba, amire nem sokára felkötnád. Te, pecsár! Csikó. Meg siket ült a ti is, asszony? Hát ezért nem jött az ebédel utánom. Te, nem tudkodj, bendeg úr, mama. Hurkákat kanyarítok a hátadról, hogy de ugye még a főispán disznótorján sem kerülnek az asztálra. Még a mamán eset sérelem a kisebb kár, hanem az, hogy a tehén a nyakamon marad. Az már levert a fedőt a fazik, ide gyere. Nem szolgálok tovább. Ugye? Engem hibázott doktorra, amikor itt sem voltam. Sokkal inkább kintegetettem a hiba teheneit a határban, minden ebéd nélkül. Holnap emel pásztornak az útkaparóhoz, tudja meg! Ha már miért mennéd te az útkaparóhoz? Te nyírva akarod hozni a Batter házat? Miért tehetek én arról, hogy nyakán maradt a tehene? Sehol a világon nem becsülik az igaz embert. Elmegyek, minden nap éhes vagyok itt, kevés a kenyerem, kevés a szalonnám. Ha mekkora kenyeret akarsz?
te benne. Itt vagy már 2 hete. Láthatod, hogy milyen... Sanyarú sorsa van egy magyar király bakternak, hogy mennyit ki agyalni, hogy egyről a 2-re jussak. Mekkora kenyeret akarsz ebben, de búz? Hát, a kenyér legyen ekkora, szalonna meg ekkora. Ha nem mondom. Mostanában fejet viszünk ki a faluba, amit megeszel. Megérdemled! Mi van, begyógyult a fejed? A fejem? A ház, amit a parasztok bevertek. Ja, az begyógyult. De most egy csúnya sebb van a bokámon. Alig tudok szaladni. Hanem azt mondják a rossz nyelvek, hogy te mindig a lucernájúba jársz legeltetni. Itt volt egy paraszt, hogy fizessem ki a muhart, amit te lelegelteti. Mondta neki akkor, hogy jöjjön a markát tartani, ha megfogod téged. Adi megfogja be a gombáját! Hát nem? Ez szó sem igaz ebben a muhartból. Ahogy mondod, hát hogyan hihetnék én ekkora lehetetlenséget? Hanem remélem arról nem beszéltél senkinek, hogy mi ketten kijárogatunk a határba. Hát arról volt már, hogy beszéltem. De azt nem igen szoktam emlegetni, hogy ekkor kukoricát lopunk. Hendrik úr, te mondtad az úrnak, hogy a vénasszon siket? Hogy gondolhat ilyet bakterra? Hogy jutna eszem ilyen borzasztóság? Én se gondoltam, hogy te mondtad azt. Biztosan az útkaparó fia mondta. Na, menjünk vacsorálni. Aztán szóljál csak mindig, ha nem tetszik valami az emétel. Hedevén az a hénynak nem kár volna. Hozzad bár, de kis magjál már annyit. Jaj, meghalok, úgy kimúlok. Elpusztulok, elpakolok. Hozzad bár. Nagyon kivagyok, mint a jaj. Jaj, te nagyon meghalok, úgy. Te rossz. Mondja már, asszonyság, mi lehet a bakter? A végem fuss el vélem. Szokott határa törőt, Ujj! Tegnap kérdezetválasztás volt a faluba. Alaposan bezabált, ezt most fölé van püffedve. Ujj! Te meghalod! Úgy látszik, bele is pusztol. Elrohadt! Halljak, eljünk a papot! Aj, még mennyit vágyunk! Kérdő, ön is volt egy ilyen forma haldokló. Elhívták hozzá piócást, és egy piacot kigyógyítottam. Ó, a piócás ember, vendegú, szaladj, ahogy csak tudsz, ezt keresd meg a határba, a pióca szedő ember. Menjél már, menjél már, menjél már. Lüktörgös elpusztulók, eredj ki a fussán, már szaladjál, jaj, te halok. Ezek a piócák se akarnak. Na, gyertek szépen. Adj Isten! Ha nem tévedek, kend a piócás ember. Na mi újság, öcsém pacsiga, he? Éppen kedet keresem. Pont engem. Vízi betegségbe esett a bakterom. Már föl is püffett. Ja. Várja, nem mozdulj! A műtelség. Én meg ott keresgélem őket. Ezek meg itt legelésznek. Az egész család itt van. Egy már. Nem viszed a nagymamának befőttes üvegbe. Örülni fog neki. Na jó, nem. Te! Csak nem a Szabó bakterű beszélsz. De! Annyi benne a víz, hogy ha nem sietünk, elönti az egész bakterház környékét. A lehetetlen. Egész életében egy vödör vizet nem ivott meg. Nem hát! Nem marha az én bakterom, hát hogy vödör számra igye a vizet. De annyi bizonyos, hogy most a halálán van, és a rokonait még nem is értesítettük. Ja, na, akkor igyekezzünk. Hát, ha találunk benne még egy szuszt. Na,
Lódulj esély, pacsika! Hogy kezdődött el a nyavaja, mondjon el mindent őszintén, külön már nem akar becsületesen vallani. Kéte leszek, hasba rúgdosni kell, de... Szerda reggel 6 óra 40-kor. Akkor jön a babai. Szerda, kút elsője. Válasz, volt a falu. Jaj! Ott rakta meg a degecét. Szóval te lezabálta magát. Kinyolni, ha még kendet egy vetőre. Ám bár kennek már igencsak erős lókanaj szaga van. Pedig azt az egyet nem ettem. Pedig igen rusnya állapot. Akármit is kond a kormány. Innen már, hiába minden tudomány. Aj, meghalok fiam. Várjon már egy kicsit, várjon már. Na, nem kell ezt úgy elkapkodni. Jaj, de várok, te várok. Mondja, te is azt mondja, ne háznál egy kis vékon terpet. Várj! Mindenki szaladgálik, össze-vissza rohangál. Pálinka is körülött. Retek, tolseprű, egy féloldal szalonna, meg egy használt, egy ilyen férőknyi katyamacak. Minek az a retkes tolseprű? Kezdi már jól érezni magad. Jaj, de hú! Na, hogy vannak a... Hú, de jaj! Emelkedj! De meghalok! Híg terpe! Na, ebből elveszünk a kedvét a hallgatózástól. Oj! Mi volt a fiócás úr, ami új terettető? Oj, jaj! Retek! Na! Ettől majd főt választ! Ezt ide rakjuk súlynak. Seprű, e jó lesz széljelzőnek. Ebbe meg kapaszkodjék-e, vagy kösöm makramét. Makramét? Na, hát idáig megvónál. Jaj! Hogy elcsöndesedett. Hát akkor egészségükre. Egészségükre, fiózásra. A beteg nem iszik alkoholt. Jaj. Na, akkor kellene még 2 egész kenyér. A kenyereket vadonatúj pöndörbe kell betakarni. 3-szor át kell gurítani a küszöbön. Nehogy megérint csak az duram kipárolgó bűzös levegője. Ha ez megérinti, akkor nincs mit csinálni. Na! Hát azért ne kámpicsorodjék el-ke! Majd ha én egyszer azt mondom, hogy kejfő Lázár! Akkor halottnak ugrani kő. Állam nem úgy van, hogy köröztetre azt megyünk a temetőbe, a nagy nyavaját. Na! Csupa véletlen, van nálam 7 macskaszőr. Ez jó megkeverik. Kaparós dohányjal. Na! Jöjjön, kapja be a csutora végét. Rakja már arrébb a busa fejét, mert fölgyújtsuk az ágyat. Na! Ez az. Ahogy. Na! Aztán ebből szíjon kell jó tüdőre, lemélyen, nem áll, mint a finom úri dámák. Na! Ajaj! Köllene még egy kis penészes cefrelé, meg egy döglött macska hátsó fele. De mert hogy illen nincs mindig a háznál, hát megteszi egy darab avas szalonna bürke is. Na! Aztán érzi-e Kemán, hogy javul? Kicsit, mintha rosszabbul ennék jót. A fenébe. Na, hát pedig igyekezzék-e, mert kénytelen leszek egy vasmacskán leereszteni a kútba.
Jaj, csak azt no. Te pióta. Jaj. Na, ez ide, ej, a homlokára tesszük. Úttalpos lett a fejem, pióta. Hát, amilyen az állapotja, nem csodálkoznék azon se. Na, ennyit látom volna a fejem. Nos, kérdám, tápászkodjék fölke. Tereg a kipacsika, segíts a bakternak, mert most háromszor körbefutunk a bakterház udvarán. Csak háromszor? Háromszor. Na, jaj, igyekezzék, Máke, igyekezzék, mintha élne. Jaj, na, hupsza. Jaj, fiú társuram, jaj. Ne jajka, soha nem lépjen. Egy-kettő. Kisasszony, hozzá hamar tisztó zsírt, meg tavaly lúttalat! Elfelejtettem átszakítani a célszaját. Hát akkor bújjon át alatta. Bújni, persze. Na, ereszkedje szépen négykézláb. Kettő elő, kettő átul, kettő az egyik oldalon, kettő a másik oldalon. Erre tévesse, meg különben pofára esik. Kettő a egyik oldalon. Így van, kettő a másik oldalon. Másik módon is kell. Most. Na, most jó alaposan megkenjük a kefületövit. Ja, jó van. Jobbikat meg a balikat, meg a harmadik likat. Ott is fogok hallani, piócázni. Hát ezen se csodálkoznék. Na, ezzel elérkeztünk az utolsó stációhoz. Ereszkedjék szépen hasra. Nem áll a földre, hasra az ágyra. Na, na, hasra, has ágyra. Hasra. Most kilencszer meg kell ütnöm a keltamporát. Öcsé facsika, számoljad, mert helyetté vesszük, kezdhetjük az egész kigyógyítást előről. Na, jó. Hogy azt mondja? Egy! Kettő! Milyen hagymát evett a jóisten itt magának, hát csípi a szememet! És ez, hogy most ne gyújtson be a spárhelyt, amit elszállt! A lukbalon! Hét! Nyolc! És kilenc, ugye? Na! Szaladj friss levegőre! Én meg úgy érzem magam, mint akit a mozdonyfüstje megcsapott. Hát, aki szelet vett, vihar tarat, jól van. Na, tápászkodjék fölke, mert ennek már kutya baja, csak én kaptam széngázmérgezést. Jaj. Hely, nyomál, hogy a puppesse kikelnek a hátát. Hát tényleg úgy érzem magam, mintha most pottyantam volna le az égből. Na, akkor ne sokat vártyogjékem, hanem szedjen össze minden apróságot, amit mostanában használ. Hogy azt mondja? Két zsák lisztet. Két egész kenyeret. Egy óda szalonnát. Egy üveg pálinkát. Egy zacskó túrót. A tavalyi közmönt. A szentképet a falról, meg mondjuk egy pár csizmát.
egy kis só, bors, paprika, az se lenne rossz. Tudja, Bakker uram, én pénzt nem fogadok el. Vaj, de jól teszi, jó társadalom, de jól. Ezeket a holmikat meg kivisszük a határba, aztán jó mélyen elássuk a betegséggel együtt. Megbegúzod az új csizmán, te! Hát ez nem is volt használatban. Csak volt a lábán, amikor alkudott rá. Nem már akkor tele volt rontása. Betegsége nem lehet tréfálni? Hogy az nem kérjek el, hogy leszakadjunk a lépe? Jaj, de hogy hát hogyan lépnék a kupi utcán? Vagy hogy a bal vesélye? Helyet cseréljen a jobbikkal, he? Jaj, nem, nem, teljesen igaza van Kernnek, de mennyire? Mennyire? Nem találtam, de ez nem teszi helyette. Pentegúz! Pentegúz! Hogy cifrálta ki a pöcsödet, családnom az ember! Viszont vissza rögtön, tár! Bakker uram! Pilócás uram azt mondta volna, hogy a betegség nem tréfadolok! Én csak jót akartam magam! Beteg a vasúti díszegyenruhám, ez leltárba van, hogyan számolok el vele? Ugye, visszatogáltok te! Na, én ugyan nem akarom kipurgálni a bajából, akinek áll a vasutakat. Na, és az, hogy kösse össze a cigarét sarkát, ha hiányoznék nekünk. Áááá, ne, piócás uram! Én felfúrták volna nyavajába. Hé, aztán jól lássa elkent ezeket a holmikat a határba, mert nem szeretnénk még egyszer ilyen rútbetegségbe esni. Hát remélem már még egyszer nem esik ilyenbe. Hanem most aztán elmehet fizetésjavítást kérni az államvasutaktól. Oh. Hé, hey, Pendergúz, pályog ki a szád. Nagy tudású ember ez a fránya pióca. Hogy ilyetség volt? Bevallom, Bakker uram, igazából aggódtunk a tésasszonnyal. Tavaly nyáron Rátkevénél láttam egy vízbe fulltökröt. Mi beszél? Hát Bakker uramnak éppen olyan színe volt. A tésasszony papot akarta hinni. Micsoda? Tudd meg, Bendegúz, amíg én kinevettem a vasúti pénztárból az utolsó fillérig a nyugdíjamat, bottal se vernek ki a temetőbe. Hey, vaj! Mint ha most húztak volna ki a csisztai büdös vízből. Olyan színeit érzem magam, Bendegúz. De mondjuk, ami szépek, Bakker uram. Aztán én asszonyosat. Jó. Hedevén asszonynak nem kár volna, a pokolban láncom volna, alig várom az ötéget, hogy kepítja a vindőket. Hedevén asszonynak nem kár volna, a pokolban láncom volna, alig várom az ötéget, hogy kepítja a vindőket. Bakker uram, nem kellene egyet sorompult. Hagyjad, fiam, jó lesz az új péntekig. Az a rózsa, ki a száraz markot húzza, csak a jobb az a madár, ki a pocsolyába ugrál. Kedves tocsád, melyik onnantól érkezett? Hát, édes fiam, büdös szájú Tóbiás. Én azt most nem tudom neked megmutatni, mert az a vonat már régen elment, vagy 4 óra hosszája. Aztán nekem, ha jóba akarsz lenni velem, te mondd azt, hogy nagycsád, mert egyrészt pofon ütlek, másrészt meg nem vagyok a babád. Engem Borisnének hívnak, ha éppen tudni akarom. Ja. Na. Aha! Szóval kicsit a Bakker felesége! A csámpás borsa!
akit koncomszéd szokott ölelgetni? De meg az a lepényképük az ember volna, mi? Ha, akiről a mamma már sok cifraságot mesélt, már amikor meggyűlt. Mármint, hogy légy fölött volna téged akasztani. Csámpás, borzó, zángyó, térdek alá! Kontrolt, innen a úgy tagján, te nyerőlek, hogy eredek az orrod vére, te! Mi van itten? Mi ez a lárm? Itt szír ma ez a páskom, betyár. De majd kiverem belőle a csibészséget, inkább előbb, mint utóbb. Megtanulott el tisztességet, vagy hullani fognak itt a pofonok mellett. Na, Vendágrúz! Jó, hogy az Isten nem adott négy kezet az asszonynak. Itt megjövök! Én csak megismerkedni akartam, kocsasszonynak! Majd milyen megismerkedett veled, vágyat te? De ha a világot nem besülik az igaz ember! Hát nem tudom! Tanuld meg, Vendágrúz! Kontyossal ne politizál! Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Jaj, jaj! Hát te! Te meg mit részottam? Hát el sem mondtam még, hogy micsoda bánatért, mekkora szerencsétlenség, amíg oda voltam. Ne riám, asszony! Mondjad már! Hát a gugásparcsit. Az a macskanyúlók az ember. Az. Mi van vele? Semmi, csak meghódt. Meghódt? Meg.